kétszeres kapacitás, már készül a közel 300 autó befogadására alkalmas parkolóház. Klímaváltozás vízhiánnyal, ígéretesen alakul a földfelszín alatti kutatás. Biztos ellátás. A város július végéig biztosít felügyeletet és napközis táborokat az általános iskolásoknak. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az előzetesen regisztráltak közel 100%-a már megkapta az első, sok esetben pedig a második koronavírus elleni oltását is Békés megyében. Eddig csak a megyei oltópontokon több mint 145 ezer vakcinát adtak be. Ezen a héten 2600 fiatalt hívtak vissza második körös oltásokra, eközben pedig már a 12 és 15 év közöttiek is felvehetik az első vakcinákat. Békés megyében az oltási kampány kezdete óta több mint 145 ezeren részesültek csak az oltópontokon védőoltásban. Ez azt jelenti, hogy a korábban regisztrált békés megyeiek jelentős része már mindkét oltását megkapta. De továbbra is jó ütemben halad szerencsére az oltási tevékenység. Az elmúlt héten is mintegy 7000 vakcinát adtunk be, és ezen a héten is hasonló számokat várunk. Párhuzamosan zajlanak jelenleg és a következőkben is az első és második körös oltások. A második körös oltások vonatkozásában kiemelném a 7000 részét csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakot, amikor is a 16-18 éves korosztály második körös Pfizer oltása lesz. Erre 6 városban jelentkezhetnek az oltandó fiatalok, 6 helyen működnek az oltópontok még ezen a héten. Emellett természetesen zajlik az elsőkörös lakossági oltás is, mely továbbra is előzetes regisztrációhoz és online időpont foglaláshoz kötött. Örvendetes, hogy mivel lehetővé vált a 12-15 éves fiatal korosztály oltása is, egyre nagyobb számban regisztrálnak, illetve jelentkeznek az oltópontjainkon. Így a mai napon is itt a Békéscsabai oltóponton több mint 500 oltandót fogadunk. Ezek első és második körös oltások, mint már említettem. A következő héten hasonlóképpen fog folytatódni az oltási program. Továbbra is elérhetőek lesznek az első körös lakossági oltások Pfizer, Sputnik, Sinopharm vakcinákra egyaránt, valamint folytatódnak az ütemezettek szerint a második körös oltások. Időpontokat a jövő hét közepétől készenléti üzemmód szerint fogjuk kiközölni, ami azt jelenti, hogy minimum 8 órában üzemeltetni fogjuk itt a Békéscsabai oltópontot 4 oltóhelyjel, és lehetőséget fogunk biztosítani továbbra is természetesen, hogy a hét minden napján lehetőség legyen az új regisztráltaknak fölvenni a védőoltást. Biztosítani fogjuk azt, hogy bizonyos napokon munkakezdés előtt és a munka végeztét követően is lehetőség legyen a védőoltások felvételére. Megfelelő ütemben halad a piac melletti Szabó Dezső utcai parkolóház kivitelezése. A közel 8,5 milliárdos piacfejlesztési beruházás második ütemében épülő létesítmény közel 300 jármű befogadására lesz alkalmas. Békés Csaba polgármestere elmondta, hogy a fejlesztéssel közel megduplázódik a környék parkolóhelyeinek száma. Azt azonban még nem döntött el az önkormányzat, hogy kell-e majd fizetni a parkolásért. Az elmúlt hetekben elkészült a Csabai piac melletti új parkolóház alapozása. Jelenleg a földszinti szegélyeket rakják, valamint az első szint zsaluzását és drótozását végzik a munkások. Valóban egy esztétikus minőségben is egy napelem parkkal a tetőn elkészül egy 292 járművet befogadni képes parkolóház. Ez megoldja azt a nagyon nagy problémát, ami alapján az itt élők már elviselhetetlennek érzik a parkolási körülményeket, parkolási viszonyokat a szerdai, de leginkább a szombati napokon. A piaci bevásárlás legtöbb bosszúságát a parkolóhelyek hiánya okozza, fogalmazott a város polgármestere. Szarvas Péter elmondta, hogy a 8,5 milliárdos beruházásnak köszönhetően a parkolóház mellett 6000 négyzetméteren új vásárcsarnok épül, sétatér, zöld felületek és kerékpártárolók is helyet kapnak. A kivitelezők emellett a környező utcák burkolatait, járdáit is korszerűsítik.
A többi parkolófejlesztéssel együtt több mint kétszerese lesz majd a parkolóhelyek száma a réginek a fejlesztés befejeztekor. Sokan szokták kérdezni, azt még most nem döntötte el az önkormányzat, hogy a parkolóház be lesz-e kapcsolva a fizetős parkolórendszerbe vagy sem. Ennek a döntése majd később, jövő év elején fog megszületni. A városvezető bízik abban, hogy a piac egy olyan terület lesz a belvárosban, ahol nem csak vásárolni, hanem találkozni és beszélgetni is jó lesz, és amelyre valamennyi csabai lakos büszke lehet. A második ütem munkálatai 2022 tavaszán fejeződhetnek be. Két éves kutatómunkát követően tartottak beszámolót arról az országos, de Békés megyében is zajló projektről, amely a felszín alatti víztározás lehetőségeiről szólt. Az érintett térségek közé tartozik Medgyesbodzás és Mezőhegyes környéke is. Hosszas kutatómunka és mérések százai előzték meg azt a tanulmányt, amelyben kiválasztották Békés megyét, pontosabban a Mezőhegyest és Medgyesbodzást is érintő területet. A cél a felszín alatti vízutánpótlási és vízvisszatartási lehetőségek vizsgálata volt. Kérdés, hogy akkor hol lesznek, hol, és a jövőben vízhiányos területek, hol lehet igény? A téma kényes, hiszen a klímaváltozás okozta vízhiány akár 30-50 éven belül elérheti Magyarországot is, és ez valószínűleg érinti az öntözéses mezőgazdaság területét is. Nyilván az éghajlatunk is megváltozott, ezt is tudjuk mindannyian. Én örülök neki, hogy egyáltalán foglalkoznak ebben. Az érintett települések polgármesterei, Olák Kálmán és Varga Gábor támogatásukról biztosították a kutatókat. A szakemberek a tájékoztatót követően Medgyesbodzás határában mutatták meg, hogy akár centiméter pontossággal milyen eszközökkel tudják felkutatni az egykori folyómedreket, víztároló rétegeket. Ez a talajvizsgáló szondáknak egy olyan változata, amely a talaj mechanikai szilárdsága és a talaj elektromos vezetési tulajdonságai alapján egy nagyon finom rétegfelbontást tesz lehetővé. Ezt az eszközt egy hidraulikus gép nyomja le a megfelelő mélységbe, ahonnan a kutatók vízmintákat vesznek, és a műszeres vizsgálatokat követően meg tudják állapítani például a vízkorát. Van, ahol a szakemberek 10 000 éves vizet is találtak a térségben. Nem csak fúrással, hanem roncsolásmentesen is mérik a jellemzőket, és keresik a jó víztározó képességű egykori medreket. Hogy nem kell megfúrni a talajt, hanem különböző fizikai paramétereket mérünk mi a felszínen, és az alapján meg lehet állapítani, hogy akár 10, 20 vagy 100 méter mélyen is hogyan váltakozik az agyag, kavics vagy homokréteg a felszín alatt. Ebben a projektben a Maros hordalékkúpjának, az egykori medernek van jelentős szerepe, ezeket az eltemetett medreket keresik geofizikai módszerekkel. Ezért veszünk vízmintákat is, hogy a koncepciónkat ez alátámasza vagy megcáfolja, és hogy ne legyen olyan kérdés, hogy most dönteni kelljen majd a jövőben, mondjuk 10-30 év múlva, hogy ivóvíz kivételre lehet a vizet használni, vagy mondjuk öntözésre, mert megoldható mind a kettő. A szakemberek a kutatást sikeresnek ítélik, hiszen a térségben vannak olyan területek, ahol alkalmazhatóak lesznek a víz visszatartó megoldások, hogy az aszályos időszakra ideiglenesen elraktározzák az ivóvíz vagy öntözővíz készleteket. Június 15-én véget ért az iskolai tanév, és kezdetét vette a vakáció. A családok helyzetének segítése érdekében a kormány úgy döntött, hogy június 29-éig az intézmények kötelesek gyermekfelügyeletet biztosítani az elsőtől 8. évfolyamos tanulók számára. Békés Csaba önkormányzata ezen felül a gyermekek étkeztetését is biztosítja erre az időszakra. A koronavírus járvány keresztül húzta a szülők szabadságolási tervét, ami idén is megnehezíti a gyermekek napközbeni elhelyezését. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának iránymutatása alapján jelenleg is biztosított a gyermekfelügyelet Békés Csaba általános iskoláiban is. A felügyeleti időszakban az önkormányzatoknak nem kötelező feladata biztosítani a gyermekétkeztetést, azonban Békés Csaba városvezetése fontosnak tartotta, hogy a gyermekek ez idő alatt is hozzájussanak legalább napi egyszeri melegételhez. Ezt az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A kötelező felügyeleti időszak után a Lencsési és az Erzsébet helyi általános iskola június 30-ától július 30-ig 5 héten keresztül táborozási lehetőséget is biztosít. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a nyári napközis tábor alatt a részvételi díj maga az étkezési költség. Tehát itt is hozzájutnak a gyermekek a napi háromszor étkezéshez az önkormányzati koordinációjú táborban, illetve a gyermekvédelmi törvény alapján biztosított 43 nap időtartamú étkezés is indul június 28-ától. Ezt az azt igénylők, az év során kedvezményben részesülő gyermekek továbbra is ebben az időszakban igénybe vehetik. Az alpolgármester hozzátette, a jelentkezések alapján idén is sok család él a gyermekfelügyeleti és tábori ellátás lehetőségeivel. Július 14-e és 27-e között rendezik meg a jubileumi 10. Cervinus Művészeti Fesztivált Szarvason. A programsorozat része lesz a Szarvasi Vízi Színház 11. évadának. Az összművészeti fesztiválon ezúttal is szinte minden műfajjal találkozhat a közönség. Bevallom őszintén, úgy izgulok, mint életem első rendezése előtt, hiszen a Twist Olivért például a közönség először itt fogja látni a Vízi Színházba. Varga Viktor, a színház főrendezője is várja már az idei fesztivált. A Cervinus Teátrum a Twist Olivér mellett két új bemutatóval készül. A közönség először láthatja a Sors bolondjai és az Imádok férjhez menni című zenés darabokat. A szervezők ebben az évben szlovák esttel várják a nem magyar anyanyelvű érdeklődőket. A Szarvasi Cervinus Teátrum az a szlovák nemzetiségnek is színháza. Ez azt jelenti, hogy mi itt a szlovák kisebbséget is kiszolgáljuk kulturálisan, színházilag programokkal. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató hangsúlyozta, hogy összművészeti fesztivált tartanak, így nem csak klasszikus színházi műfajokat tűznek műsorra, hanem musicallel, koncerttel, felolvasó színházzal és táncmese játékkal is találkozhat majd a közönség. Egyik dolog az, hogy mi a színházművészetet képviseljük elsősorban, de másodszorban azt hozzá kell tennem, hogy a színházművészet, mint olyan társművészetek nélkül nem létezne. Tehát ha csak ránézünk egy díszletre, akkor azt mondom képzőművészet, ha csak ránézek egy táncos produkcióra, akkor azt mondom táncművészet, ha meghallgatok egy jó koncertet, akkor azt mondom a zeneművészet. Tehát én azt gondolom, hogy mi azért vagyunk közművészeti fesztivál, hogy tólig minden művészetet ünnepeljünk, és azt kell mondjam, hogy minden, ami hozzátartozik. Szarvas polgármestere kiemelte, hogy minden évben ünnepnek számít az, amikor elindul a nyári évad a Vízi Színházban. Itt megfordul nagyon sok magyarországi élvonalbeli színház. Szívesen jönnek Szarvasra, mert egy varázslat itt a vízpartján ilyen létszámú nézőtéren játszani. Van, akit néha ki kell lökni a színpadra, mert megijed a közönségtől, de utána a csodája, amikor állva tapsolják is, és látszik, hogy befogadóak az emberek. Az idei fesztivál július 14-én az Éjszaka színei című showműsorral kezdődik. Két év után rendez ismét Békés megyei kupa döntőt a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága, hiszen 2020-ban a koronavírus járvány miatt nem játszották végig a tornát. Az idei fináléba ezúttal két megyei első osztályban szereplő csapat, a Gyulai Termál FC és a Szarvas jutott be. Előbbi együttes a címvédő Jaminát, míg az utóbbi az Orosházát múlta felül az elődöntőben. A találkozót a Békés Csabai Kórház utcai stadionban játsszák le pénteken 19 órától. A mérkőzést kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkező drukkerek követhetik a lelátóról. A kupadöntőt hétfőn 21 órától felvételről láthatják a 7.tv-n. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!